Izgalmas dolgok lesznek Kecskeméten, aki június közepén a híres városba látogat, az európai animációs filmgyártás legjavával is megismerkedhet. Varázslatos mesefilmek, kasszasikerek és külföldi fesztivál kedvencekkel találkozhatnak a nézők. Európából és 9 ázsiai országból érkeznek játékfilmek, diákfilmek és animációk Kecskemétre, hogy a magyar alkotások mellett bemutatkozzanak június 19-e és 23-a között. Különlegesség ez az ázsiai animációnak bemutatása. Évtizedek óta nagyon jó a kapcsolatunk Dél-Koreával, Kínával, Japánnal, és különböző fesztiválokon sikerült megállapodnom ezekkel a kollégákkal, hogy hozzájárulnak, hogy az ő rövid animációs filmművészetüket bemutassa, vagy legalábbis egy válogatás, és most Ázsiától, Ázsián belül, Japán, India, Szingapur, Tajvan, tehát majdnem minden ázsiai ország animációs művészetét bemutatjuk egy-egy órás válogatásban. A rajzfilmek magyar fővárosában, Kecskeméten 11. alkalommal találkozhatnak az animációs filmrajongók. A rendezvény hangulatáért a város vezetése is felelős. A vetítéseken túl koncertek, családi programok és kerekasztal beszélgetések gazdagítják a programot. A magyar népmeséktől kezdve mindenkinek remélem Kecskemét jut eszébe, és az animációs filmszemle az egyik legkiemelkedőbb két évente megrendezésre kerülő fesztivál, ami nem csak a vendégeket, hanem Kecskemét város lakosságát is nagyon érdekli, hiszen több helyszínen, város nevezetes helyein, moziaiba vannak a forgatások, meg lehet tekinteni a filmeket. A fesztiválon 174 alkotásból egyedi rövidfilmek, televíziós sorozat epizódok, videoklipek és diákfilmek is versenyeznek. A közszolgálati televízió a díjazott filmeket műsorára tűzi. A szülők főleg a régi klasszikusokat keresik, amiket egyébként mi is igyekszünk műsorra tűzni, például a Maja, Méhecske, Nils Holgersson nagyon nagy sikerrel megy most is az M2-n, egyébként érkezik a Lolka és Bolka és a Varázs Ceruza. Nagyon remélem, hogy lesz Kisvakond is, úgyhogy lehetőséget teremtünk a szülőknek, hogy megmutassák az ő kedvenc meséiket, az ő gyerekkoruk kedvenc meséit a gyerekeiknek. A média tanácsa a gyermekzsűrik által megszavazott legjobb alkotásért 1 millió forintot ajánlott fel. Animációs filmeket is támogatunk, 180 millió forint idén a keretösszeg, ami az animáció filmesek rendelkezésére áll. Emellett támogatjuk a Kecskeméti Animációs Fesztivált. A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál és az Európai Animációs Játékfilmfesztivál vetítései 8 környező településen is láthatók lesznek. Így nem csak megnézhetik a versenyfilmeket az érdeklődők, hanem szavazni is lehet a legjobbakra. A régi kedvencek és az új alkotások is jelen lesznek. Így ismét vászonra kerülnek a magyar népmesék epizódjai, és a macskafogó is a kortárs filmcsemegék mellett.